20 éve szervezik meg a Magyar Tudomány ünnepét annak emlékeként, hogy Széchenyi István 1825-ben birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A Nyíregyházi Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémiával közösen tartott megemlékezésen a Neumann galaxis gyermekei témában tartottak előadást. Biztosan többen hallottak már a Gutenberg galaxisról, de ez nem egy olyan galaxis, mint amiből a csillagok állnak. Ugye a galaxisokat, azokat a rendszereket hívnak, ami különböző csillagoknak, ugye a halmaz, a bolygók és egyebek. A Gutenberg galaxis az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nyomtatott információ hordozóknak, azaz a könyveknek, a könyvben tárolt információknak a hatalmas nagy tára. És a Neumann galaxis pedig valami új dolog, hiszen a könyvekben tárolt információkat már egyre kevésbé használjuk, és egyre inkább használjuk azokat az információkat, amiket úgy hívunk, hogy digitális információ. És miután Neumann János szoktuk mondani a számítógép atyának, innen jön az elnevezés. Hát igazából a tudománynak fel kell készülni arra, hogy új információforrások jelennek meg, már nem a hagyományos módon nyúlunk az információkhoz, és arra utal a professzorasszonynak az előadása, hogy erre a gyermekeinket is fel kell készíteni, hiszen én azt hiszem, aki szülő tudja, hogy a gyerekek már nem nagyon szeretnek annyira olvasni, mint amennyire az interneten szörfölni. Tehát lényegében erről szól, és arról, hogy a gyerekeinket hogyan készítsük fel az újfajta információszerzésre. A Nyíregyházi Egyetemen rendezett ünnepen adták át az intézmény tudományért, művészetért díjait is. Az elismerést Szabó Sándor és Szepesi Béla főiskolai tanárok, valamint Víg Szabolcs tanársegéd vehette át.